találkozó egyik elmaradhatatlan szereplője, résztvevője, oszlopa, Holecné Margitka Rimócról. Hát én azt hiszem, hogy ha valaki Rimóc nevét említi, akkor ön mindenkinek az eszébe jut. És ez nagyszerű dolog, mert hiszen már egész fiatal korától kezdve valahogy úgy alakult az élet, hogy ön vállalta a palócságát, a népi műveltségét, és bizony sikerre vitte, de még nem is akárhogyan. Hogy is kezdődött ez önnél? Hát én kicsi koromtól fogva nagyon szerettem énekelni. És egyszer Kecskeméten felfigyelt rám a zsűri, meg Hollókőbe, amikor még annak idején zsűrizni járták a főnökök, Orsva Imre tanár úr. És akkor énekeltem azt az éneket, hogy bánat, bánat, de bánatos vagyok. És utána többször meghívtak énekelni, és itt is sokszor énekültem a táncos találkozón. És akkor 99-ben kitüntettek a népművész mester kitüntetést kaptam, és azóta is úgy a fiatalok, a táncosok nagyon szeretnek engem. Sok éneket tanítok velük, és akkor a viseletet is nagyon szeretik, a Rimóci viseletet. Hát ez különlegesség, még a palóc világon belül is egy igazán nagy egyedi, különleges egy forma és színegyüttes, ami Rimócon található. Hát a régi asszonyoknak a szívét, az ízlését és a szorgalmát örökítette meg ez a viselet. Tessék szíves lenni nekünk elmondani, hogy mi ez például, amit most önön látunk, és de már a Rimóci asszonyok se így öltöznek a hétköznapokban, igaz? Hát van, aki még egy pár viseletbe járnak hétköznapokon is, de jobban csak ünnepnapokon. Ünnepnapon azért előkerülnek ezek a darabok. Például ez a mellény, ez régi? Ez a kis kötött mellény? Nem régi a mellény. Ez ma a újabb stílusú. A szoknyak, ugye ebből vettünk 4 fehér, 10-12-t is régebben. Most már csak kevesebbet, 5-6-ot hordunk a templomba is. Ez az Ingvall. Igen. Akkor ez a lajbi, ez olyan újabb divató. De hát ezek szerint ma is él, aki ilyet tud csinálni, szóval nem ördöngösség a mai világban sem, hogyha valaki ilyet szeretne viselni, akkor meg tud lehet oldani. Régebben mindenki csinálta magának. Az igaz. Azt annál ügyesebb volt, mert ő ügyesebben tudta kötni is, kardigant is kötött, meg ilyen lajbikot is. Még kézelőket, ingballakot vannak. Az biztos, így van. Akkor a menyecskét, a főkötőt, ezt én szoktam kötni Rimócon. 10-15-öt kötök a faluba, mert ezt papírba csavarjuk be, és akkor így kikötjük a faluba az asszonyoknak. És ennek mi a neve? Hát mi úgy hívjuk, hogy menyecske. Ez homlokkötő, ez a gyöngyös fékető, ez a gyöngyös fékető. Akkor a hajunk is ez a lapotra van fonva, még a régi esen. Igen, régi esen igen, van fonva. Igen. És de nagyon szeretem a régi viseletet. Hát gyönyörű is, gyönyörű mert is, az biztos. Édesanyámnak is voltak testvérei, 3 lány testvére is, ma mind a 3 fiatalon meghaltak. És mi megörököltük a ruhákat. És így hála lett, Istennek, hát, hogy legalább jó kezekbe és kerültek. És így lett nálam a ruha. Igen. És hát most is itt van a kirakat, úgy mondjam, de mégse egészen kirakat, mert hiszen minden egyes darabját eladja, hogyha kerül rá vevő, igaz? Hát úgy gondoltam, hogy mert a táncosok nagyon ismernek, meg szeretnek, és mindig mondják, hogy Margit néni hozzon nekünk Rimóci viseletet a táncház találkozóra. De honnan kerül még ennyi? Még mindig a láda fiákban rejtegetett hát a kincsek előkerülnek? Halla Istennek, még akarnak, még kisködmön is van. Például ez a gyönyörű, ez például... Ez a menyasszonyi, ez a nagymamám kendője volt, és az a lányomnak a koszorúja. Igen. Ez a menyasszonyi kendő. És úgy látom, hogy van egy saját lemezfelvétel is, igen, ahol a Rimóci dalokat, a Rimóci igen, legnépszerűbb dalokat igen, tetszik énekelni. Igen, Dénessel, a Dűvő zenekarral. Igen. Ők nagyon jók. Nagyon szeretem őket. Tetszene nekünk énekelni valamit?
Ja Istenem, mit énekeljek most? Hát például azt, amivel olyan nagy sikert aratott. Mind szép. Majd a bánat, bánatot. Az. Bánat, bánat, de bánatos vagyok. Amióta fogadj mádar vagyok. Fogadj vagyok, nem bírok elszállni. Nem hagyjak a babám hozzám járni. Keserű a borostya levele, még keserűbb a babám szerelme. Elszívelik minden bújt bánátot, csak az faj, hogy a babám elhagyott. Nagyon szeretek énekelni. Hát szépen is. Nagyon szeretek. Már még táncolni is. Hát látszik is, hogy olyan jó táncos lába van mai napig is. De hát ilyenek a Palóc menyecsék, tűzről pattant mind. Nagyon szépen nagyon. Köszönjük. És ezek most, és hogyha jön valaki, akkor ezt el is adja, vagy ez csak hát mutatóban? Eladok belőle, mert van 3-4 darab, az most értem. Minek marad még. Nagyon szépen köszönjük a bemutatót. Én is nagyon szépen köszönöm. Isten áldja. Isten áldja.